Üdv mindenkinek, Kornél vagyok, ez pedig itt harmadjára már a Skyrim. Nos hát, ez egy új rész. Semmi újonság nem történt. Csak annyi beszéltem egyet a királlyal. Egy ilyen kicsikét. Tudjátok, a küldetésfelvétel, de közben keresgéltem is. Egy másik embert, hogy hol a faszomba kell vele beszélni, az kiderült, hogy ott volt mellettem végig, csak hát... Mindegy, a figyelmem az nulla. Szóval ez elmen 10-15 perc, azt meg már kitöröltem, de... Semmilyen harcról, semmilyen akcióról nem maradtatok le. A lopásokat még aztán a második részben megcsináltam, úgymond. Wow, ez micsoda ez a pixeleződés már megint? De ezt nem hiszem, de nagyon rohadt anyádat pixeleződjé, jól van? Beszarok. Várjuk egy kicsit. Mentünk, és mindjárt átállítom a grafikai mód beállításokat egy pillanat. Na, ugye itt vagyok a pixeleződés megoldva. Ó, egy kis töltés. Túlságosan sok minden nem állítottam át. De így is jó, de nem tudom, az előző részekben sem baj nem volt ezzel. Dual! Yeah! Na, akkor menjünk is oda a hegyekbe valahova, mert hát oda visz minket a kis iránytű. Szerintem ez a három Skyrim rész felkerül. Az első már felkerült. Második még nem, és a harmadik sem, mert az melyik készül, azaz most készül. De majd szerintem úgy lesz, hogy első három rész kész, jó van, utána pedig egy minimális Minecraft, olyan közepesben. Egy potti készítés tutoriát is csinálok ezúttal újra töltve, tehát egy ilyen újra töltett, frissített verzióval. Ez alatt azt kell érteni, hogy... Bemutatom az újfajta potinak a készítését is, és még egyéb dolgokat is. Tehát kicsit bővenben kitérek az egészre, mivel amikor az elsőt csináltam, azt már valószínűleg sokan nem is látták, így utóbbi időkben. De mondjuk igaz, a Minecraft Wikipédián fent vannak a kraftás receptek, de azért elmondom, hogy hogyan lehet azokat beszerezni jobban, mert esetleg aki nem tud angolul annyira, hogy megtudja, hogy honnan lehet ezt azt beszerezni, annak például eléggé jól jön. Vagy pedig kitapasztalta már, az is meg lehet, de mindegy, lényeg. Lényeg a lényeg. Egy ilyen tutorial rész lesz. Szerintem mindent jól elmagyaráztam benne, mert már kész is van. Vadász! Vadász! Átutatjuk a vadászt. Ezt visszük, visszük. Visszük, 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 visszük ezt. Ezt is visszük, ezt is. Ezek nem kellenek viszont. Jó a kis kutyája a vadásznak. Hát sajnálom, hogy meg kell tölnöm, mert hát én nem nagyon szeretem így ödökölni az állatkákat. Dupla healinggel. Nyomjam felfele. Menjünk tovább. Jó, erre ilyen óriás földes tucos van, ha jól tudom. Te kis... Köcsög rácsáró. Ennél óriás tudtos van. Igen, ez az. Ezt jobb lenne úgymond elkerülni egy kicsit messzire. Ott egy óriás, akivel jelen pillanat még nem nagyon szeretnék kötözködni. Később már mamut is lesz vele. Lehet, hogy már most is van, csak például ennél pont nincsen. De én már láttam mamutos óriásokat. Tehát akivel volt egy mamut, az már eléggé kemény falat.
Tényleg elég brutál lenne, ha például a Wood Elf-fel beidomítanék valahogy egy mamutat. Júj. Az nagyon brutál lenne, azt tuti. Nem igaz már, miért nem lehet engem béke hagyni, mi? A buksi. Tényleg van. Ezt felveszem. Átnézem a cuccaimat. Ezt is felveszem. Ezt is. Ezt is. Úgyis ennyi minden valamilyen rohadt jó, az közben nem is az volt rajtam. Aha. Már is jobb védelmem van. Itemek. Inkább a védelmiket. Kidobom, 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 kidobom. Ezt megtartom. Ez se kell. Hát jó sok mindent kidobtam most. És hát könnyebb is lett értelemszerűen a kis emberkém jó pár kilóval. Vagy hát nem tudom konkrétan, hogy az kilóval, de itt a mértés mértékegység. Hát 130 jennel lettem könnyebb is 300 a max jelenleg még. Szóval az eléggé jó, hogy most már több sztaminám lesz így szabadra. Mert minél több tudsz van nálam, annál kevesebb lesz a sztaminám, ami a fegyverek használathoz kell, a közelharci fegyverekhez, meg a sprinteléshez, amit még nem tudom, hogy kell, de mondjuk nagyon nem is jártam utána. Azt is bevallom. Itt már nagyon nagy hóvihar van. Ilyen romoknak néz ki ez a hely, és nem világosítottam be. Ó, azt hittem már madárról, hogy egy repülőgép. Mondom, nézem már, milyen baki ez. Hát mondom, fura is lenne, de mi ez így? Ja, csak nagyon magasan vagyok azon, na, már is jobb. Hát akkor ennél a hatalmas nagy romnál van a küldim. Na, gyere, gyere, gyere. Egy kis akadás. Igen. Most már maradja Bandisa. Ezt elveszem, meg ezt is. Hey! Várjunk csak. Favoritekhez. Merről lövöldözik engemet. Tudom, inkább Irons, mert pont fordít vagy. Jó, kivégzés. Átkutattunk téged. Jó, tényleg. Ja, veszük, hát azért elviszem magammal. Felhívom magamat, azt
be is megyek a kapun. Itt is vagyunk bent, hát itt van egy megölt farkas. Ő nem is egy. Patkányok is vannak. Ja, hogy ezek csak patkányok is egy meghalt. Bandita is itt van. És arra is vannak banditák. Ez merre esett? Na mindegy, most letoljam. A kis íjász pofádat már elegem van. Tovább megyünk. Hát én kilútultam. Alapból üres. Mivel ki van hírva hozzá, hogy MPT. Ez de könnyű volt, mondjuk no víz szóval. Wow, azt a... Ez három a kövesebb. De azért eléggé durván. Durva cuccos. De ez érdemes volt erre elnézni. Még egy halott rákcsáró. Itt meg van hiára, de én nem akarok még kimenni. És úgy tűnik, hogy ez is egy kiárat, szóval visszamegyünk, mert én még nem akarok kimenni, hanem végig kell mennem amúgy is. Azért elég durva dolg volt ebben a csészbe, már nem azért. Konkrétan mire jó, azt nem tudom, de fogyasztással kapcsolatban. Mindegy, majd fordítóban nézem nagyjából, mit jelent, abból kibírom következtetni. Na javarészt néhány dolgot csak az RPG játékokból tudok, mint például az ellenállás, meg ilyenek. Egy ilyen erősebb bandita. Szóval ráégetem. Ennél több cucc is volt. Visszanézek már. Mert minden cseszeti akarok szedni, és összem egy ilyen járatot elhagytam. Nem messze. De nem hagytam el semmilyen járatot, csak úgy tűnt ez a rész. Sprintés, de én nem ártanám majd megnéznem. Előre. És hát akkor itt vagyunk egy... helyen. Vigyázzatok, ezt meghúzzatok, akkor... jön a nyilzápor szépen. És itt megfelelő sorrendben kell berakni ezt a dolgot. Kikövetkeztetés, hogy ott az egy kígyó, ott le van törve, és hát ide van zonva. Itt is egy kígyó, és a legvégén egy olyan hal van, vagy mi az. Szóval ezeket aktiváljuk, tehát kiforgatjuk. Kígyó. Kígyó. Halacska. És ki is nyílt. De erre amúgy elég hamar rá lehet jönni. Szóval igen. Csészbe is szétnézünk. Ó, van itt.
Erőpotia, wow, ez nagyon jó. Ez az a lopáson fejlődött egyet, ez tök jó. Ja, szia! És van egy ilyen óriás patkány. Ó, Fireball tekercse. Ez jó, jön az egy ilyen mágia. Aztán meg lehet vele tanulni. Majd még ránézek később. Aha, itt van valaki, mert hallom beszél, meg ki is írta. Ez kell a tonnát, van nála pénz. Mi a? Ja? Ó, pókháló. És itt egy főpók. Neve is eléggé hosszú. Ez az level up-oltam egyet. És már most szintű vagyok. Ez az ordibál a csávó. Ez is level up. Tegyünk mondjuk mind a magiára, ok. Ide megyünk. Ah, most ezzel a duálokat fel bírom emelni. Erre tesznek pontot. Ezzel egy erősebb lesz a duálom. Tehát erősebb lesz. De nézzétek meg, egyszer nyom, akkor így már egyben nyomja, és sokkal erősebb. Szevasz, Mizu. Meg is öllek most már. Volt nála egy pár cucc. Ametiszt. Ez alapból üres tényleg kísérte, hogy MPD. Szolgám. Azt is lelapjuk, hát értékes dolgok ezek. Szerintem a jó ideje játszok, szóval lassan. Vége, úgymond. És igen. Ilyen nem túl barátságos élőlények vannak. Hozzá nem is egy. Na, kutatunk télet. Csontpor. Pénz. Nálad. Hát nagy kard, ez nem kell. Arany. Tehát vigyázni kell. Lehet úgy megcsap, mint a dög. Én nem bírok kiszedni. Na, a támadó mágián fejlődött is egyet. Tényleg? Végzés.
pénz az mindig jó. Na, tegyed is ki, szedegetünk. Jó, ez felgyújtható folyadék. Majd most nem akarok felgyújtani, főleg, hogy rajta vagyok. Pretty szógem. Na. Ebbe szoptátok. Pénz. Jó lenne nem belelépni ebbe. Jó. Ez töké azokat a kombás stílus. Legalábbis nekem tetszenek az ilyen hullákkal teli dolgok. Legalább van egy kis harc, meg fejlődök is. Szóval az barátom. Chest. Wow. Jó, sok minden van benne, ami értékes. Felnyitódik. Glowing mushroom, terrária. És az ugrott be a világító gombáról. Ott egy chest, amit azt hiszem. Nem kell feltörni. Hú, tűzlabdának a izéje. Az jó jön. Hogy meg is kéne tanulni egyszer, azt hiszem. Kint is vagyunk már. Ja, nem vagyunk még kint. Csak úgy tűnik, hogy kint vagyunk, de még folytatódik ez a barlangos cucc. De elég sikeres volt eddig ez a dolog. Wow, valami fő. Igen, mert ezt lesz, ott is van a nevébe, hogy ő valami fő cuccos. Ez ki is van nyírva. Ez nem tudom. Ja, ez a láthatatlanság itala, az jó. Na, mégiscsak tudom, csak kicsit gondolkozni kell, mert Terráriából is volt ilyen. Na, igen, sok szót ismerek, úgymond Terráriából, meg más játékokból itt. Ó, ezt már kik. Már nehezebb kinyitni. Aha. Lockpickem is fejlődött egyet. Ami nem összetévesztendő a más meglopásával, mert más meglopása az a... Nem tudom a nevét, de... Az más, az... A lockpickim pedig ez a... Kinyitogatás... Tucos. Jaj. Ötöjjeg mentés csinálok már, hát olyan rég mentettem. Szóval véletlen kifogy a játék, vagy bármi. Nem lenne egy kellemes dolog. Egy kicsit besebződtem ettől. Pénzből már nincsen hiány. Ez a aranytalálásnak az esélyét növeli meg, hogy miattak el. Téged is kiírtalak. Támadó mágián felléppet 27-re.
rendben. Jó kis hely ez. Akkor erre felmegyünk. Nyitjuk. Jaj, és itt van ez a cuccos. Nem jó a kód. És akkor bagoly van középen. Nem jó még mindig. Ezt most végig kell próbálgatni, összesen 27 próbálkozás van, jól számolom ki. Már 3x3x3 az 27. Ezeket végig próbálgatjuk. Ennél addig láttam felvételt szerintem. Sikerült. Azaz, hogy felül a medve középen. Nem tudom már mi, de az a legfelső medve volt. Na, többre már nem emlékszem sajnos, de egy jó ideje voltam vele. Szóval az, hogy a legfelső az medve, a középsőt meg az alsót, meg szerintem azt is úgy elpörgetizik rozán. Aztán meg így átváltott hirtelen a madárra, a bagolyra, az kész. Az megyek, hogy tovább jutottam. És itt konkrétan nincs megszabva, hogy merre menjek. De szerintem azért valóban oda kéne mennem. Hogy ahhoz a nagyon nagy, szürreálisan nagy kapuhoz. Vagy mögé? Mögé is elnézünk. Nem, inkább nem nézünk el, vagy mégis elnézünk azért. Hát, ha van ott egy chest. Mondjuk valószínűtlen. Nincsen. Itt egy kőszikla van. De, itt egy chest. Dóvíz, hát ezt hazán feltöröm. Ametiszt. Jó sok minden. Az jó. Az golítsön fel. Itt is van egy ilyen pia. Soul game. Chesset átkutatjuk. Ő az Overlord, ő a fő vezér. Ő az első testépítő. Annyi. Hú, ezt elviszem. Ez elég jó kardnak tűnik. Igen, most. Nem tudom. Ja, de felmegyünk. Ú, ez egy nagyon-nagyon hosszú rész. Szerintem ennek a kalandnak már itt vége. Aktiváljuk. Jól van. Hát ezen ennek a minikér résznek vége lehetne lassan. Chest. És ott van kiállt. Ajj.
Halleluja. Szóval ez a rész ennyi lett volna, a következő részben találkozunk. Most mentek egyet, addig is. Sziasztok!